Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Kezdjünk is hozzá, szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világ haladásával? Nem jó irányba halad. Nem jó irányba halad? De mégis, hogy mi baj van vele? Elnyomással? Manipulálás? Erkölcstelensége? Etikátlanságok? Közömbösség? Egymással szemben? Szeretethiány. És mi lesz akkor, hogyha ugyanebbe az irányba halad tovább a világ szerintetek? Ki az, aki hisz valamilyen felsőbbrendű lényben? Teremtő, vagy Isten, vagy valami ilyesmi. És akkor úgy kérdezném, hogy és melyikbe hiszel? Egy ilyen nagy, közös Istenbe, vagy a sajátodba? Hát de mind a kettőbe lehet, nem? Nem? Lehet a nagy közösbe is, nem? Így van, is, nem? Tehát a minden teremtő atyának, nem? Vagy anyjának, nekem most ez mindegy ebből a szempontból. Jó, és hát az embernek van egy sajátja is. Milyen saját? Hát valamilyen céllal, okkal ide leszülettél, nem? És tudod, miért születtél? Tehát miért születtél le ebbe az életbe? Na akkor kérdezem, melyik szerinted a jobb? Hogy egy életed van, egy halálod, vagy ez az életed egy hosszú, nagyon hosszú távú életed része. De ahhoz, hogy nagyon hosszú távú életed része legyen, tehát ez a kérdés benned felmerüljön, ahhoz nyilvánvalóan minimum hinnád kell abban, hogy benned van egy lélek. Egy olyan lélek, amely nem múlik el, meg nem erre az életre született, hanem ez az, ami lélek benned van, mondjuk az emberiség létéhez képest, életéhez képest, évéhez, éveihez, évszázadai, az évezredeihez képest, egy igen öreg lélek. Nyilván, hogyha ebben nem hiszel, akkor, na most, akkor induljunk ki ebből. Melyik a jobb szerinted egy ember számára, hogyha úgy gondolja, hogy úgy él, úgy működik, mint egy állat, vagy van benne valami más, mint egy állatban? Mert ha megnézed, van bennünk más, mint egy állatban, mert az állat nem tud gondolkodni. Az állatok, az tisztán ösztön lények. És az ember az ösztöneim felül, mert az emberben is vannak ösztönök, az ember az ösztöneim felül képes gondolkodásra. Tehát képes egy folyamatot megváltoztatni. Tehát az ösztönök úgy működnek, hogy ott nincs folyamat megváltoztatás. Az állatoknál megnézed, semmiféle folyamat megváltoztatás nincsen. Ott max akkor van, hogyha elkezdik másra betanítani azt az állatot. Vagy ha esetleg egy olyan tájra kerül, ahol nem azok az állatok vannak már, meg növények, ahol ő megszokta, és akkor alkalmazkodik ahhoz a környezethez. De nem tud megoldani például egy állat logikai dolgokat. Tehát egy állatnak nincs logikája, egy embernek meg van logikája. Tehát ami azt jelenti, hogy valami nagy mértékben különbözünk az egyéb élővilágtól itt a Földön, az egyéb élőlényektől itt a Földön. Na most, hát mi lehet ez a különbség?
Hát a mi nyelvünkben teljes egészében ez meg van határozva. Ugye? Ezt úgy hívják, hogy egy szóval meg van határozva, ezt úgy hívják, hogy lélek. És ennek a lélek szónak különböző kifejezései vannak, ragozása, stb. Stb., amit alkalmazunk ugye a nyelvünkben. Például, mikor egy ember meghal, akkor kileheli a lelkét. Amikor megszületik, akkor meg lélek költözik bele. Tehát a nyelvünkben van egy ilyen, hogy beleköltözött a lélek születéskor. Amikor meghalunk, akkor meg elhagyja a testünket, tehát eltávozik a lélek belőle. Ugye ez a nyelvünkben benne van. Na most, ami azt jelenti, hogy van egy olyan kézzel nem fogható valami, amit léleknek hívnak, ami mielőtt leszület, vagyis mielőtt megszületünk, illetve nem mielőtt megszületünk, hanem amikor megszületünk, belénk költözik, és amikor meghalunk, akkor meg kiköltözik. Na most az a baj, hogy ebben a lélekkel kapcsolatos dolgokkal, hogy ez a lélek hogyan is működik, ez valahogy kimaradt az iskolai oktatásból. Sőt, a legtöbb szülő oktatásából is kimaradt, hogy ez hogyan működik. Ezáltal, hát nézzük meg, az emberek alapvetően azokkal az ismeretekkel rendelkeznek, amit tanultak. És azokkal nem rendelkeznek, amit nem tanultak, nem? Ezáltal nagyon sok embernek, amit nem tanult, az számára nem létezik. Ez egy érdekes dolog egyébként, ha jobban megnézed, hogy attól, hogy az ember valamit nem tanult, miért ne létezhetne? Na most gondolj bele, mondjuk éjszaka, hát nem itt Budapesten, hanem mondjuk olyan helyen, ahol kevés a fény, és mondjuk nincs felhő az égen, és mondjuk nincs teli hold se, kimész, körülnézel, és látod, hogy fönn az égen rengeteg-rengeteg csillag világít. Az azt jelenti, hogy rengeteg-rengeteg nap van a világegyetemben. Na most, a mi napunkhoz egy csomó bolygó tartozik. Ezért ugye nagyon logikus, hogyha naprendszerről beszélünk, akkor a naprendszerekhez, a napokhoz is tartozhatnak bolygók. Sőt, akár kevesebb is, vagy több is egy naprendszerhez. Tehát egy naphoz. Na most, akkor onnantól kezdve, ha kinéz valaki az égre, és azt látja, hogy Atya Úristen, mennyi csillag, megszámlálhatatlanul sok, akkor mennyi olyan tudás lehet vajon az univerzumban, amiről fogalmunk nincs? Vagy megnézzük ezt példaként. Mondjuk a középkor emberének fogalma nem volt olyan ismeretekről, matematikai, kémiai, fizikai, stb. Ismeretekről, mint amit a mai ember képes tanulmányozni és akár megtanulni. Tehát akkor azok nem léteztek, azok a dolgok a középkorban? Mert az emberek nem tudtak róla. Hát attól léteztek. Csak az embereknek nem volt információjuk. Na most csak azért, mert itt vagyunk a 21. században, és sok ember azt hiszi, hogy a középkorban él, mert azt gondolja, hogy amiről neki nincs információja, az nem létezik. Amire őt nem tanítottak, az nem létezik. Hát akkor a középkorban él. Hát az elmúlt 100 évben annyi mindent felfedezett az ember, hogy itt, hogy milyen olyan dolgok vannak, amiről előtte nem tudtak, pedig előtte is volt, csak nem tudtak róla. Tehát semmi olyan az elmúlt 100 évben,
nem lett felfedezve, ami nem létezett. Mert ha nem létezett, akkor nem lehetett volna felfedezni. Világos ez? A nem létezőt, azt nem lehet felfedezni. Felfedezni valamit akkor lehet, ha az létezik. És ezen túl is felfedezni akkor fognak dolgokat, amiről még nem tudnak, de rátalálnak. Most azt, hogy hogy találnak rá, az most ebből a szempontból teljesen részletkérdés. Tehát itt az elmúlt évszázadokban, amíg felfedezések történtek, azok kizárólag rátalálások voltak. Azt előbb is rátalálhattak volna, mondok példát. Ugye az egyik legismertebb találmány a gőzgép. Amit Fulton, ha jól emlékszem, feltalált 1640-ben, ha jól emlékszem még rá. Nem ahogy akkor éltem, hanem a tanulmányaimban jól emlékszem. Na most, de az előtte is létezett, csak ő nem fedezte föl. Tehát előtte is lehetett volna gőzgép már. Világos ez? Csak nem fedezték föl. Ami azt jelenti, hogy semmi olyat nem tett, ami előtte nem létezhetett volna, vagy létezett is akár. Csak ő nem talált rá. Hát előtte is, ha lefedtek egy edényt, emelgette a gőz, és melegítették az edényben lévő vizet, előtte is emelgette a fedelet. Mert ugye abból jött rá, hogy a gőznek van energiája, tehát ereje. Tehát gyakorlatilag attól, hogy ő nem hozta létre magát a gőzgépet, vagy valaki előtte nem hozott létre, attól az még létezett. Világos ez? Tehát nem értem azokat az embereket, illetve értem, mert értem. De így szoktuk mondani, hogy nem értjük. Tehát azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy ha valamit ő nem tanult, az nincs. Az nem létezik. Igaz, hogy az ember, itt van az emberiség, mondjuk lassan 8 milliárd, vagy már talán van is annyi. 8 milliárd emberből legalább 6 milliárd hiszi azt, hogy van lélek. Legalább 6 milliárd. De itt a nyugati féltekén, Európában, Észak-Amerikában, ez kb. 1 milliárd ember, ezek közül nagy része azt gondolja, hogy hát ez egy ilyen mítosz. Na most akkor lehet, hogy azt is gondolják, hogy ők az okosok 1 milliárdan, a másik 7 milliárd az meg hülye? Tehát ez általában úgy szokott lenni, nem? Hogyha a többség valamit tud, vagy valamiről meg van győződve, és egy kisebbség meg nem hajlandó tudni róla, vagy nem hajlandó meggyőződni róla, akkor nem a többség a hülye. Világos ez? Tehát, drága, tudatlan barátaim, van egy olyan, hogy lélek. Gondolj bele, neked melyik a jobb? Hogy van egy értelmes, láthatatlan energia benned, ami értelmes, ami értelmet adott neked, mert hogy ne úgy működj, mint az állat, hogy csak tisztán ösztönlényként. Tehát ha van egy ilyen lelked, vagy te nem hiszel abban, hogy van ilyen, melyik a jobb neked? Hogyha azt hiszed, hogy te egyenértékű vagy egy állattal, vagy azt hiszed, hogy benned van egy szuperintelligens, olyan lélek, olyan lény, mondom, energialény.
egy szuperintelligens energialény, amely révén képes vagy arra, hogy másként működj, értelmesen működj, tudatosan működj, logikusan működj, ne úgy, mint egy állat. Na most kérdezem én azoktól az emberektől, akiknek ez magas, hogy neked mi a jobb? Hogy az olyan vagy, mint az állat, vagy a tested tényleg olyan, olyasmi, mint egy állaté, de benned van egy szuperintelligens, más típusú lény. Na akkor kérdezem megint, neked melyik a jobb? Hogy egy életed van, egy halálod van, vagy te egy nagyon-nagyon öreg lélek vagy, amely már rengeteg-rengeteg életet megélt, csak itt a Földön, amikor leszületsz, akkor törlik a tudásodat. Milyen tudásodat? Az előző életi tudásodat, mielőtt leszületsz. Törlik az előző életi tudásodat. Azért, nagyon egyszerű oka van, hogy miért. Azért, mert gondolj bele, egy szuperintelligens tudással rendelkező lélek, ha beköltözne egy csecsemő testbe, belebolondulna abba a tehetetlenségbe, amit egy csecsemő művel csecsemőként. Sokan nehezen viselik a börtönt is. Hát akik benn vannak börtönben. Na most gondolj bele, hogyha egy embert, tehát mondjuk téged bezárnának, mondjuk egy olyan, nem tudom, ki látta a Taxit, film, Taxi, ugye az a francia film, Taxi sorozat. És emlékeztek, az a, nem tudom, második vagy harmadik részben volt, ahol bezárták egy ilyen bőr, tehát a bűnözőt, bezárták egy ilyen bőr valamibe, így golyó volt a szájába, és akkor ilyen csöveken keresztül etették, meg itatták, meg azon keresztül vizelt. És így ki volt kötve. Na, hogy éreznéd magad, ha egy ilyenbe bezárnának? Mert körülbelül a csecsebő az ezen a szinten van. Meddig bírnád? Tehát lényeg az, ki látta például azt a filmet, hogy Vasálarcos? Nem néztek ilyen, tehát gyakorlatilag az egyik, a Taxi az egy vígjáték volt, tehát ilyen klasszikus vígjáték. Ez a Vasálarc pedig ugye a három testőről plusz a D'Artagnanról szóló történet, tehát Dumas féle történet, és ott csak annyi volt, hogy egy vas sisakot szereltek rá a királyra, illetve a király ikertestvérére. És abba kellett lenni, abba, és úgy volt bezárva egy börtönbe. Hát gyakorlatilag az is egy ilyen beleőrülős téma. Érted? Tehát most gondolj bele, akkor egy tudással rendelkező szuperintelligens lény be lenne rakva egy csecsemő testbe. Meddig bírná? Napokat? Heteket? Max hónapokat? És egyszerűen ki akarna jönni a testből, érted? Mit gondolsz, miért vannak, miért fordulnak olyanok elők, hogy csecsemők meghalnak? Miért szokott előfordulni? Ennek két oka van.
Születés után. Tehát a csecsemő az azt jelenti, hogy születés után, mert csecsemőről beszélek. Csecsemők meghalnak. Nem, nem. Így van. Így van. Vagy nem törölték rendesen, vagy direkt nem törölték, és beszülettett az illető egy olyan családba, ahol tanulságként a családnak ezt meg kellett élni. Világos ez? De nehogy azt higgyük, hogy a fentiek nem tudnak hibázni. Vagy szándékosan nem csinálnak dolgokat. És ezért fogják, és mondjuk nem törlik teljesen a tudást. Most vagy szándékosan, vagy mondom hibázás. És beszületik, és egyszerűen ki akar belőle jönni. És belehal a csecsemő. Ott hagyja a lélek a csecsemőt, a testet. Érted? Milyen egyszerű. És ezt mondom, direkt olyan családba születnek be az ilyen lelkek, amelynek tanulság kell lenni a csecsemő halálozás. Világos ez? Tehát valamit kéne belőle tanulniuk a gyerekük elvesztéséből. Na szóval gondolj bele, hogyha ilyenek vannak, akkor mi lenne az emberekkel akkor, hogyha nem lenne a törölt tudás? Mondom, nem élnék meg, a legtöbb ember nem élné meg az egy évet. Az egy évet. Szóval, ott tartottam, hogy gondold végig, melyik a jobb? Hát én most azért mondtam ezt, mert én így voltam ezzel. Tehát én annak alapján kezdtem el hinni, hogy nekem mi a jobb. Érted? És amikor elkezdtem hinni, de nekem nem úgy volt, hogy valaki megmondta, hogy most higgy ebbe vagy higgy abba, melyik a jobb. Nem. Egy belső késztetés erre késztetett, hogy válasszak, hogy nekem mi a jobb. Mi az a nekem? Az nyilván az egómnak. Mert elsősorban ugye a test, ha megnézed, hát tudsz magaddal beszélgetni, nem? Simán minden ember tud magával beszélgetni. Most, hogy hangosan beszélsz magaddal, vagy némán, és csak magadban beszélsz magaddal, az most részletkérdés, nem? De minden ember, még a néma is tud magával beszélgetni. Na most, amikor az ember magával beszélget, akkor gyakorlatilag a testeddel beszélgetsz. Érted? Nem a lelkeddel. A lelkeddel nem tudsz így beszélgetni. Tehát ugye ezt a helyzet az én esetemben így jött létre, hogy én azt döntöttem el, abban kezdtem el hinni, ami számomra jobbnak tűnt. Nyilván nem az tűnt jobbnak, hogy egy életem van és egy halálom. Miért baj például ez az egy életem, egy halálom? Tudod, miért baj? Mert az olyan, mint mikor kicsúszol egy határidőből, és tiszta ideges vagy, hogy ne csúsz ki a határidőből. Biztos volt már ilyen az életedben, hogy valami, valahova nagyon kellett sietned, vagy valamit nagyon gyorsan el kellett intézni, mert kicsúsztál volna abból az időből, amit meg kellett addigra tenned. Ez jó érzés? Gondold végig, még egyszer, mert nem válaszoltatok. Ugye azért tartom az előadást, hogy lássam, hogy értitek-e, amit mondok. Tehát emlékszel olyanra az életedben, amikor valahova sietned kellett, hogy odaérj időben, vagy valamit meg kellett csinálnod, és nagyon hajtanod kellett, hogy ki ne csúsz az időből?
Jó érzés volt? Na, most azok, akik úgy gondolják, hogy egy életük van, egy haláluk, azok így élik az életüket. Mert mindent ebben az életben akarnak megélni. És megnézed őket? Aki hajt az idő, a határidő, az általában milyen? Kapkod, ideges, nem? Aha, és milyenek az emberek? Kapkodnak, és idegesek. Miért? Mert ismerek olyan embereket, akiknél ezt megfigyeltem, próbáld megfigyelni te is, hogy olyan, hogy mindig félnek attól, hogy valamiből kimaradnak. Ha valaki tudja, hogy nem egy életem van, egy halálom, egy, majd mindjárt mondom még miről szól a történet, akkor nem kell rohannom, mert nem vagyok határidőzve. Világos ez? Ha az embernek egy élete van, egy halála, akkor rohanni kell, gyorsan mindenhez hozzá kell jutni, hogy ki ne csúszunk az időből. Na akkor van másik dolog is ebben kapcsolatban. Mi lehet a másik? Hát, hogy az emberek nem tudják, hogy meddig élnek. Ezért minél hamarabb mindent meg akarnak csinálni, mindenhez hozzá akarnak jutni, mindent el akarnak érni, mert nem tudják, meddig élnek. Mert ugye mit tanítanak az embereknek? Hogy ez nem tőled függ, hanem a Jóisten. Érdekes, hogy ekkora Jóisten van. Majd a Jóisten rendelkezik róla, hogy te meddig élsz. Egyébként nincs Jóisten, de mégis azt mondják, hogy majd a Jóisten rendelkezik róla. Nem furcsa? Na most, ez sem így van. Azoknak sürgető lehet ez az élet, aki nem tudja, hogy mi a küldetése. Nem tudja, hogy miért született ide, mit kell neki végrehajtani ebben az életében. Fogalma nincs. A legtöbb ember úgy éli az életét, hogy a megélhetéséért él, és tudod miért? Azért él, hogy ki ne maradjon valamiből. Érted? Nem azért él, mert értelmet adott az életének. Megint csak mondom, mint a múltkor. Hogyha megkérdeznéd a legtöbb embert, hogy mi volt eddig az életének az értelme, nem tudna értelmes választ mondani. Én tudnék. De a legtöbb ember nem tudna értelmest választ adni. Tehát nem úgy kell az embernek élni az életét, hogy értelmes választ lehessen erre adni, hogy eddig miért éltél, ezután miért élsz. Mi az értelme az életednek? Akkor azt mondanák az emberek, hogy az az értelme, hogy legyen egy óriási házam. Azt elviszi az enyészet úgyis. Akár mekkora házat csinálsz, érted? Pár száz év múlva már nyoma sincs. Ó, hát akkor autóm legyen. Hát elviszi az enyészet azt is. Hát megnézzük, sokkal jobb anyagból, sokkal vastagabb anyagból csinálták az autókat mondjuk a 20-as években. Ilyen bazi, mit tudom én, hányos lemezekből. Hol vannak már azok az autók? Hát, rég megette a rozsda. Érted? Tehát bármi, amire azt mondja az ember, hogy anyag. Hát azért élek, mert anyag. Aha, az anyagot elviszi az enyészet. Hát gondolj bele, mit tudom én, adsz a
gyerekednek egy lakást vagy egy házat, és fogja, eladja, és vesz egy olyat, amit ő akar venni abból a pénzből. Érted? Na most akkor onnantól kezdve mire mentél avval a házzal, ráadásul lehet, hogy te építetted, érted? Tudod, hány olyan embert ismerek, aki úgy építkezett, hogy majd milyen jó lesz a gyerekének? Te nem ismersz ilyeneket? Aha, és a gyerek meg úgy faképtenél hagyta, és nem is lakik ott. Mert még a környéken se. Érted? És akkor ez az életért, akkor mondhatnánk más. Ah, az az élete értelme, hogy szültem gyereket, vagy csináltam. És avval élsz házasságba? Az a párod? Hát elég furcsa a hajlamaid vannak, ha az a párod. Nem? Hát nyilvánvaló, az ember nem. Az embernek nem a gyereke a párja, nem? Tehát az ember nem a gyerekével akarja leélni az életét, nem? Hát az ember a gyerekével akarná leélni az életét, akkor, akkor valami nem stimmel. Nem? Na most akkor, ha nem a gyerekeddel akarod leélni az életedet, akkor a gyereked volt az életed értelme. Magyarul, akkor, ha fölnevelted és kirepült, dob föl a talpad, nem? Mert akkor ezzel azt mondod. De a legtöbb ember, hála Istennek, nem dobja föl a talpát akkor, mikor a gyerek kirepül. Akkor tényleg még lehet azt mondani, hát majd az unokáknak, hát nem a gyerek, akkor majd az unoka. Aha. És hogy az unoka, ha a gyerek, mit tudom én, 200 kilométerre vagy 300 kilométerre lakik tőled, netán 1000 kilométerre? Akkor mit csinálsz az unokákkal? Hát kiköltözöm hozzájuk. A gyerekek meg azt mondják, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőled. Na most, akkor mi az életük értelme az embereknek? De akkor van más, hogy én ismerek olyan embereket, hogy fölépítette a házát, fölnevelte a gyerekét vagy gyerekeit, és akkor most az az élete értelme, hogy utazik. Nem állandóan tud, mert csak ugye kis részben tud, mert nagy részben meg kell termelni a pénzt arra, hogy utazni tudjon, tudod. Mert az utazást azt nem adják ingyen. Hova utazik? Hát mit tudom én, repülővel, vagy vonattal, vagy busszal megy, járja az országot, Európát, világot, stb., amit csak tud, érted? Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy arra keres, hogy utazzon. Aha, és az abba mi az értelem? Mi az értelem benne? Hány ember javát szolgálta az illető azzal, hogy ő utazott? Jó, hát lehet, hogy mit tudom én, fizetett a buszért, ezért a buszvállalkozónak jutott egy kis lóvé. Vagy mit tudom, utazott a repülővel, és akkor a repülőtársaságban lévő emberek jól jártak valamilyen szinten. De mi az értelme? Én tudjátok, mit látok, hogy mi az értelme? Hogy van miről dicsekedni. Mert csinálják. Na most nekem nehogy azt mondja valaki, hogy amikor a Facebookon posztolnak, kiraknak, hogy ő most itt járt, ott járt, amott járt, az nem dicsekvés. Na most a dicsekvés, én gyerekkoromban még azt tanultam, hogy rossz tulajdonság. Vagy ti nem ezt tanultátok? Most a legtöbb ember a Facebookon és egyéb ilyen közösségi portálon dicsekszik. Elmegy otthonról, és azzal dicsekszik, hogy hol járt. Nem. Ti is szoktatok, akik hallgattok most engem. Hol láttok engem dicsekedni? Mikor? Szóljatok, ha láttok ilyet, jó?
Pedig nekem lehet, hogy jobban lehetne. Tehát jobban lenne mire? Csak nem ilyen vagyok. Soha nem szerettem a dicsekő embereket. Nyilvánvaló, ezért én se dicsekedtem sose. Tehát például valaki elkezd avval dicsekedni, hogy a hó járt, akkor éppen nekem már dolgom is van. Komolyan? Mert én mondom, azt tanították nekem, hogy ne dicsekedj. Mert az nem jó tulajdonság. Most a Facebookon százezrek dicsekednek. Még azzal is dicsekeszik, hogy ú, milyen szép lett a körmöm, nézzétek. És akkor fölrakja és mutogatja a Facebookon. Mi nem ezt csinálják? Meg tudod, úgy beáll, pózol, tudod, hogy nézek ki a férfiak, nők egyaránt, tudod? Mi, és az nem dicsekvés? De ez, erre nem gondol senki, hogy amiket ilyeneket fölrak, az dicsekvés. Érted? Hát most fölrakja, hogy mit sütött, vagy mit főzött. Érted? Főleg a sütést szokták, azt látom. Ki a francot érdekel, hogy ő mit főzött, érted? Vagy mit sütött? Hát kit érdekel? Érted? És dicsekednek, 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 dicsekednek. És akkor ez az életének az értelme, hogy ő dicsekedhet. Hát dicsekedjen az anyjának. Hát általában ezeket én nem is nézem meg, de nekem dicsekedhetnek, mert úgy átlépek az ilyeneken, mint a húzat. De mondom, kommunikációba is. Jön valaki, dicsekszik nekem, pop, már rögtön dolgom is van. Tehát gondoljátok végig, hogy ezekben, amit elmeséltem, van igazság? Akkor lehet, hogy nem kéne csinálni, nem? Szóval a lényeg az, hogy érdekes módon élnek az emberek. Amikor elkezdtem a szervezést, tehát az emberek szervezését és olyan szervezői tevékenységet, ez 91-ben volt, tudod miért kezdtem el? Tehát azért megyek vissza, mert előtte nem ezt csináltam. Érted? Hát előtte átlag emberként éltem az életemet. Jó, annyiból volt más, hogy volt főállásom, meg másodállásom, meg harmad. Még a szocializmusban. Illetve az már épp a szocializmus váltása időszak volt ez a terület, mert 91-től indult nekem az emberek szervezése, illetve a hát nem is az emberek szervezéseként indult, hanem ott volt egy szolgáltatás. És az a szolgáltatás azért tetszett, mert az öngondoskodásról szólt. És azért ajánlottam emberek számára, hogy a jövőjükről gondoskodjanak. Annak volt egy olyan rajza is, ezt most csak azért mondom el, hogy megértsétek, hogy miért kezdtem el megváltoztatni a gondolkodásomat az életemben. Egy olyan rajza, hogy az életszínvonalunk az így alakul, de valamilyen emelkedés van. És amikor elérkezik az ember a nyugdíjas időszakba, akkor az életszínvonal az gyakorlatilag visszábesik. És hogy az embernek ne essen visszább az életszínvonala, ezért gondoskodjon arról, hogy a jövőben legyen pénze. Amikor mondjuk nyugdíjba vonul. És ez az öngondoskodás, ez nekünk megvolt 91-től, már mint úgy értve, mint üzleti lehetőség, 91-től egészen 2001-ig, 10 évig. Tehát ez egy nagyon jó el volt 10 éven keresztül.
aztán rájöttem a 10 év alatt, hogy ez nem egészen úgy van, mert az állam mégse akarja, hogy az emberek öngondoskodjanak magáról, magukról, az csak látszat, hogy ezzel kapcsolatban az állam bármit is szeretne. És mivel pénzintézet vezető voltam, ezért elég jól ráláttam arra, hogy gyakorlatilag az állam pont ellen érdekelt abban, hogy az emberek gondoskodjanak a jövőjükről. És ezért ugye az az egész az úgy, ahogy volt, legalábbis ez a magyar viszonyokra vonatkozott. Érted? Én megismertem a nyugati viszonyokat is ezzel kapcsolatban, és ott azt nem fedeztem föl. Tehát például Ausztriában nem ez van. Vagy nem ez volt akkor, nem tudom most hogy van, de 90-től 93, vagy 91-től 93-ig én nem ezt láttam, hogy Ausztriában ez lenne. És utána magyar viszonyokkal kezdtem el foglalkozni, és a magyar viszonyokban én azt láttam. De én azért kezdtem el, mert én láttam benne egy nagyon jó elvet, hogy az ember gondoskodjon magáról. Aztán utána sok mindent tapasztaltam, megismertem, és rájöttem arra, hogy hiába öngondoskodsz magadról, pénzügyi öngondoskodást csinálsz magadról, ha van egy nagy pénzügyi infláció, egy gazdasági probléma, érted, a világban, vagy Európában, vagy az országban, és bocs, hogy ezt kell mondanom, cseszheted a pénzedet, meg a befektetésedet. Ami azt jelenti, hogy akár fél év alatt megfeleződhet, vagy akár megharmadalódhat, vagy negyedelődhet, vagy bármilyen mértékben a befektetésed, érted? És akkor rájöttem azt, hogy nem olyan világot élünk, mint 50-től 80-ig volt. Vagy 85-ig. Hanem egy olyan világot élünk, mert így, ugye Magyarországon 50-től 85-ig azért nem voltak válságok, komoly válságok. És nem volt munkanélküliség, meg semmi ilyesmi. Jó, hát burkolt munkanélküliség volt, az egy dolog. Tehát stabil volt az a 35 év. Érthető? És bekerültünk egy kapitalista társadalomba 90-től, és kiderült az, hogy stabilitás olyan, az csak álom. Főleg gazdasági, pénzügyi stabilitás, az csak álom. Főleg az egyének számára. Ezért rájöttem arra, hogy nem olyan tevékenységet kell végezni, ahol be van korlátozva az ember anyagi szempontból és egyéb szempontból, szabadság szempontjából is. Ezért ugye rájöttem arra, hogy olyan tevékenységet kell végezni, ami valamilyen szinten független a gazdasági viszonyoktól. Érted? Sőt, olyan tevékenységet kell végezni, ami kifejezetten, ha gazdasági problémák vannak, vagy pénzügyi problémák vannak, akkor kifejezetten jótékony hatással van arra a tevékenységre. És elkezdtem ilyen dologgal foglalkozni. Érted? És rájöttem arra, hogy alkalmazottként, ugye én 93 óta nem vagyok alkalmazott, csak a saját cégembe, de hát az egy más kérdés. Tehát lényeg az, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az embernek a jövedelme honnan származik. Milyen forrásból származik, egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire függ a gazdasági körülményektől az a fajta jövedelem forrás, ahol az ember dolgozik. Most mondok egy példát, jó? Számos olyan cégről tudhatsz, amely fogta és kiment Magyarországról. Na most, ha te most egy olyan cégnél dolgozol, amelyik nem magyar, honnan tudod, hogy az a cég 5 év múlva is itt van? Ha magyar cégnél dolgozol, honnan tudod, hogy az a cég 5 év múlva már nem ment tönkre, vagy még nem megy tönkre? Előre. Honnan tudod? Honnan tudod? Tehát én tudom magamról, hogy nem fogok tönkre menni. Tudom, hogy az én cégem az nem fog tönkre menni. Érted? Tudom azért, mert nekünk
bármilyen válság vagy bármilyen probléma az jótékony hatással lesz a cégnek a működésére és növekedésére. Érted? Tehát nem fordítottan arányos, vagyis pont fordítottan arányos, mint a többi cégnél, érted? És egy olyan lehetőséget kínálok neked, hogy itt van az életed. Ugye fontos, hogy egy ember az élethelyzeteit helyesen kezelje, nem? Ha az élethelyzeteid, minden élethelyzetedet nem tudod helyesen kezelni, mik ezek az élethelyzetek? Jól bánj önmagaddal, jól bánj a pároddal, ha van, jól bánj a gyerekeiddel, ha van, jól bánj a szüleiddel, ha van, jól bánj más emberekkel, hát azok vannak. Jól bánj a munkáddal, jól bánj a pénzeddel, jól bánj a környezeteddel, jól bánj a hatóságokkal, és jól bánj a teremtőddel. Ez 10 életterület. Minden embernek fontos lenne, hogy ezt a 10 életterületet helyesen tudja kezelni. Minden embernek fontos lenne, hogy a problémáit meg tudja előzni. Minden embernek fontos lenne, hogyha jön egy probléma mégis, gyorsan meg tudja oldani. Minden embernek fontos lenne, hogy képes legyen célokat megvalósítani. Tehát ezt, hogyha most egóból indulunk ki, ez arról szól, hogy rólad és az egyénekről, nem tudom, világos-e. Tehát az, hogy ezt a 10 életterületet egy egyén jól kezelje, az elsősorban nem az én érdekem, hanem az övé, nem? Az, hogy ő jó bánjon, tehát hogy ő meg tudja előzni a problémáit, az nem az én érdekem elsősorban, hanem az övé, nem? Az, hogy tehát megoldja a problémáját, tehát megelőzze, megoldja a problémát, az elsősorban nem az én érdekem, hanem az övé. Az, hogy ő meg tudja valósítani a céljait, az elsősorban nem az én érdekem, hanem az övé. Tehát, hogyha megnézzük, ha valaki akkora egóval rendelkezik, hogy majd szétdurran a feje, akkor is, hát az ő érdeke, hogy ebben jól működjön, nem? Ezért kialakítottam egy olyan szervezetet, ami olyan tudást ad, amely révén ezt az emberek meg tudják csinálni. Függetlenül attól, hogy milyen gondolkodású az illető, hogy fideszes vagy, mit tudom én mondjuk, kommunista, teljesen mindegy. Érted? Független, hogy mit tudom, katolikus vagy buddhista, teljesen mindegy. Akkor is fontos önmaga számára, hogy ezeket jól tudja csinálni az életben. És itt van egy ilyen tudás, ami az élet minden területére vonatkozik, amit átadunk. Persze, hogyha valaki tanul, de nem használja, amit tanul, az se az én bajom, meg az én felelősségem. Tehát az, hogy valaki használja is azt a tudást, az nem az én érdekem, hanem az övé. Világos ez? Na most én ezeket pontosan tudom. Ezért én fogom és átadom az embereknek a tudást, sőt, még egy óriási dolgot is létrehoztam, azt, hogy lehetőséget biztosítok mindenkinek arra, hogy ne csak elméleti szinten tanulja meg a dolgokat, hanem gyakorolhassa. Ezt egyféleképpen lehet begyakorolni, ha az embernek van saját csapata. Hát a saját csapat az azt jelenti, hogy nem mások által kapott, hanem mindenkinek saját maga által létrehozott csapat. Nyilván, hogyha valakinek még nem úgy megy a tudás gyakorlása, hogy kellene, akkor kisebb csapat. Ha egy kicsit már jobban megy, akkor nagyobb csapat. Ha még jobban megy, még nagyobb csapat. A csapat létszáma nem korlátozott. Tehát ez lehetőség van biztosítva úgy, hogy nem kell kitalálni a 10 életterületre vonatkozó ismereteket, nem kell kitalálni azt, hogy hogyan szervez csapatot, hanem átadjuk teljes egészében a tudást.
És aki életben él, aki nem él, az az ő problémája, nem az enyém. Megint csak ugyanazt mondom, az ő érdeke, hogy éljen, nem az enyém. Én ezzel úgy vagyok, ha te nem élsz vele, ma él valaki más. Érted ezt? Tehát ha nem élsz a tudással, semmi gond. Te életed nem az enyém. Keresek olyan embereket, akik majd élnek a tudással. Világos ez? Hála Istennek, annyi emberrel foglalkoztam már életemben, hogy azt, hogy te mennyire használsz dolgokat, és mennyire nem használsz, az már engem nem visel meg. Érted? Régen megviselt, de az régen volt. Ezért például régen minden olyan dolog, hogy valaki tudnia kellett volna valamit, és nem tudott, akkor nekem volt rossz. Vagy ha valaki fogta, és odébb állt, nekem volt rossz. Már nem. Mert nem nekem rossz, hanem neki. És én ezt tudom. Ezért ugye én ezzel simán lazán működök, hogy ha te rajtad látom azt, hogy akarsz, csak nem tudsz, akkor segítek. Ha vezetőd látja, hogy akarsz, csak nem tudsz, akkor segítünk, hogy tudjál. De ha valaki nem is akar, hát akkor persze, hogy nem tud. Érted? Tehát itt meg lehet azt csinálni, hogy az elméletet átültesd a gyakorlatba. Nem kötelező. Semmi kötelező nincs benne. Érted? Semmi. Ezt az egészet olyan módon alakítottam ki, hogy bárki számára elérhető legyen a tudás. Hát most gondoljátok végig. A tudások óránként 330 forintba kerülnek. Mit kapsz tudást? Milyen tudást kapsz te a bolygón 330 forintért óránként? Semmilyet. Semmilyet. Tehát úgy, hogy képzés, semmi. Persze, lehet menni keresgélni a YouTube-on, az találni mindenféle olyan dolgot, aminek a felese igaz. Érted? Lehet tanulni olyan dolgokat, amiből fogalmad nincs, hogy mi az igaz, meg mi a hamis. És akkor megtanulod a hamis dolgokat, és király, ingyen van. És akkor élsz ugyanúgy, mint eddig, mert eddig se tudtad értékelni azt, hogy melyik a tanításban, amit kaptál, helyes, meg melyik a helytelen. És akkor gyakorlatilag az életed nem fog változni semmit. Tehát lehet így csinálni, ja persze. Vagy, ugye nekem van egy olyan képességem, hogy bármilyen információt elkezdek nézni, meg tudom belőle mondani, miért, mert megkapom információként, hogy abból melyik a hazugság, és melyik az igazság. Ezért tőlem olyan tudást kapnak az emberek, ami meg van szűrve a hamis dolgoktól. Érted? Most akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát 330 forint óránként nincs tudás. De itt nálunk van. És erre van 3 éves garancia is, hogy 3 évig ez az ár marad számodra. Ettől ugyan eltér az első hónap, az egy egyszeri alkalom. Az 660 forint óránként. Egy hónapban van 30 óra tudás. Felszorozzuk a számokat, akkor az első hónap az 19.700 forint. A második hónaptól 3 éves garanciával, tehát még 35 hónapon keresztül 9.800 forint. Ezt akkor tudjuk neked biztosítani, hogyha ezt az akciós kedvezményt, akkor tudjuk biztosítani, ha nem vacakolsz, vacilálsz, húzod, nyúzod, halogatod a dolgokat. Mert az idő az nem neked dolgozik, hanem ellened.
A képzések szerdánként és vasárnap vannak, a hivatalos képzések. És igénybe lehet venni interneten keresztül, élőben, igénybe lehet venni személyesen a helyszíneken, ugye helyszíneken is van élő közvetítés, és igénybe lehet venni minden egyes képzést felvételről is, mint videóformában, mint hanganyag formában, sőt, az élő felvételeket is igénybe lehet venni, csak videón vagy csak hanganyagban. Tehát például, hogy valakinek nincs elég nete, akkor sincs gond, vagy nem tud tévézni, mert éppen vezet, semmi gond, közben az élő adást tudja hallgatni interneten keresztül. Tehát egy olyan rugalmas képzési rendszer van kialakítva, amiről megint csak én máshol nem tudok. Ha csak nem koppintották le ezt a fajta működést, de arról nem tudok, mert ugye már elég régen csináljuk ezt a fajta működést. 24 nagy témánk van, és azt 36 hónap alatt adjuk át. De ez a téma, ez folyamatosan bővül, ezek a témák inkább úgy mondom, folyamatosan bővülnek. Hát régen 2 év volt a képzés, előtte még rövidebb, de sajnos már a 3 év is kevés. És az egészet becsomagoltam egy szakmába. Ezt úgy hívják, hogy coach szakma. Ami azt jelenti, hogy lehet egy cél is coach bizonyítványt elérni. 3 év alatt 4 bizonyítványt osztunk ki. 4 szemeszterről van szó, 4-9 hónapos szemeszter, és a legvégén van egy coach diploma. Tehát ilyen alapos coach képzés a világon nincs. Jó? Tehát a bolygón nincs. Csak nálunk. Tehát ilyen gyors talpaló coach képzések vannak, azt meg kenheti az ember a hajára, főleg úgy, hogy még gyakorlata sincs. Mi ráadásul egy olyan coachképző intézmény vagyunk, amely foglalkozik a lélekkel is. Ugyanis az embernek nem az a célja, hogy egyen, igyon, szórakozzon és gyereket neveljen, nem ez a cél. Hanem az a célja, ami a lelkének a célja. Amiért a lelkünk ide született. A lelkünk pedig azért született, hogy minél nagyobb mértékben fejlődjön. Egy cél érdekében. Ez a cél, bekerülni egy jobb létformába. Először egy társadalmi formába, utána meg egy létformába. Ez a jobb társadalmi forma nem demokrácia, nem diktatúra, nem vagy valami más, hanem úgy hívják, hogy aranykor. Ez a társadalom formába csak azok kerülhetnek be, akik képesek arra, hogy az élethelyzeteiket helyesen kezeljék, a problémáikat megelőzzék, megoldják, céljaikat megvalósítsák. Ezáltal képesek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek, és ebben képesek együttműködni másokkal. Azt, aki ezt megcsinálja, az bekerül az aranykorba, tehát aki e felé halad, az bekerül az aranykorba, és az aranykor egy átmeneti időszak, hogy visszakerüljünk oda, ahonnan gyűjtünk, tehát ahonnan jöttünk, honnan jöttünk, egy magasabb szintű létformából. Az azt jelenti, hogy egy teremtői létformából jöttünk egy emberi létformába. Na most nem tudom, nem veszed észre, hogy nem vagy elég képes? Tehát például nem vagy arra képes, hogy mondjuk ott vagy ezt a poharat, és akkor így úgy oda jöjjön a pohár, hogy ne kelljen oda nyúlni. Nem veszed észre, hogy erre nem vagy képes?
Most gondolj bele, nem jobb lenne, hogyha gondolattal tudnám mozgatni dolgokat? Nem jobb lenne például, hogy mondjuk gondolatban tudnátok egymással kommunikálni? Tehát az összes fejlett lény a világegyetemben telepátiával tud kommunikálni. Itt vagyunk mi, szuper intelligensnek tartjuk magunkat, és nem tudunk gondolatátvitelle kommunikálni, bár nem tudom, tudod-e, hogy ez az régi emberiség, ez, amiben most vagyunk, ez kezdetben tudott. Tehát például még olyan, hogy Ádám Éva simán gondolatátvitellel kommunikált. Na ehhez képest elég jól elkorcsosultunk. Te most gondolj bele, azt mondanád, hogy jaj, akkor nem lenne mobiltelefonom, jaj Istenem, mit vennék akkor? Érted? Igen, lélegzetet. Hála Istennek nem adná ki százezreket a mobiltelefonra, érted? És nem sugározna, amikor használod. Mert tudnál telepatikusan kommunikálni. Sőt, akármilyen hihetetlen, még ebben az életben meg lehetne ezt tanulni, hogy erre képes legyél. Csak még nincs itt az ideje. Érted? Nem lenne például jó az, hogy hát akkor tényleg szeretném megnézni, hogy mi van a föld túloldalán. De ehhez most föl kell ülni egy repülőre, hát az egy fél vagyomba kerül. Fognám, leültetném a testemet, ücsörög vagy feküdj egy kicsit, kilépnél a testedből, és megnéznéd, mi van a föld túloldalán. Egyik pillanatról másikra ott lennél. Nem lenne az jobb? Ez így tök jó, ez a test. Nagy masszont, hogy ez a test jó, lehet, hogy fiatal vagy, és még jó. Hát nem baj, leszel te idősebb is, semmi gond nincs ezzel. És akkor majd rájössz arra, hogy egy nyűg. Érted? Mert itt fáj, ott fáj, amott fáj, mikor fölkezd, jaj, stb. Érted? Majd eljön az az időszak, semmi gond nincs ezzel. Majd megéled, ha megéled egyáltalán. Na, az sem biztos. Tehát ez a test egy, főleg ha megnézed az időseknél, hát eléggé nyűgös valami, nem? Tehát eléggé korlátozó valami. Mi nem nincs akkora szabadság igényed, hogy el tudj olyat képzelni, hogy mi lenne akkor, hogyha ki tudnál lépni a testedből. És akkor fognád akkor, amikor akarod, visszalépsz. Tehát ez tök jó, hogy mindenért pénzt kell fizetni, és gazdagítod bizonyos köröket. Ú, de jó. Te meg szegényedsz. Mert minden kiadással szegényebb vagy, nem? Hiába megteremeled az árát, képzeld, nem kellene kiadni. Mondjuk utazásra nem kellene kiadni. Nem? Vagy például, ugye ha alszol, akkor nem szoktál enni, nem? Hát alvás közben nem szoktunk enni. Olyan elő szokott fordulni, hogy fölkelsz, azt eszel, de akkor nem alszol, nem? Most képzeld el, mit tudom én, ott altatnád a testedet, az közben kilépve a testedből meg tennéd a dolgodat, érted? Közben az meg alszik, nem kell tetni. Miért? Szoktál akkor inni, mikor alszol? Nem, azt se szoktál. Még itatni se kellene. Főleg nem alkohollal, tudod. Mint amit sokan szoktak csinálni, hogy itatják a testüket olyan szerrel, ami nem is egészséges. Szóval a lényeg az, hogy nem gondoltok ilyenre, hogy mennyivel jobb lenne egy ilyenfajta működés? Érted? Nincs elég szabad, kiverték, vagy kinevelték, vagy mit csináltak a szabadságigényeddel? Mit csináltak vele? Kérdezd meg a szüleidet, jó? Mit csináltak a szabadságigényeddel? Nem jobb lenne, hogyha szabadabb lehetnél? De ilyen szinten. Érted? Nem úgy, hogy hát lenne elég pénzem. Aha, és akkor lenne elég pénzed, akkor meg az lenne a gondod, hogy el ne lopják. Miért nem? Nem az a gondjuk a gazdagoknak? Hogy attól rettegnek, hogy megszabadítják őket a pénzüktől. Hát persze, a vagyonuktól. Tehát nem jobb lenne, hogyha, mit tudom én, most gondolj bele, mennyit töltöttél el időt azzal, hogy a
testedet táplálod eddig életed során? Hány évet? Érted? Beleértve az ivás, evés. Mennyi időt töltöttél azzal, hogy gondoztad a testedet? Érted? Öltöztetted, stb. Stb. Tisztálkodtál. Még azt is megszámolnád, hogy mennyit ültél vécén? Az is komoly, komoly időszak lenne, érted? Tehát, hogyha így megnézed a testeddel, már független attól, hogy hány éves vagy, éveket töltöttél el a testeddel való foglalkozást. Na most gondolj bele, a test altatás, kilépsz belőle, és teszed a dolgot. Na most mondok példát. Jó? Itt vannak olyan szellemlények a bolygón, amely simán megcsinálják azt, hogy a gondolat erejével, úgyhogy nincsenek testbe berakva, létrehoznak dolgokat. Létrehoznak dolgokat. Mi az, hogy... Tehát azért történnek meg dolgok, mert ők meg létrehozták. Nem tudom, érted-e? Tehát nem anyagot hoznak létre, nem erről van szó. Hanem létrehozzák azt, hogy mit tudom én mondjuk, balesetet szenved egy busz, és akkor az a 40 utas ott üljön benne. Érted? És annak mind ott kellett ülni benne, és aki lemaradt a buszról, nem véletlenül maradt le, megszervezték, hogy lemaradjon. Érted? De a balesetek nagy része azért történik meg, mert ők intézik el. Érted? Hányszor fordulhatott elő már életedbe, hogy ért valami kisebb-nagyobb baleset, és egyszerűen nem emlékeztél rá, hogy az hogy lett az, érted? Tehát úgy nem emlékeztél, hogy mit tudom, fogtad, elvágtad az ujjad, és nem direkt vágtad el, és mégis elvágtad. Érted? És nem érted, hogy hogy vágtad el. Vagy megütötted valahol magadat, és nem érted utána, hogy hogy tudtad magad megütni, érted? Hogy miért nem vetted észre, miért nem történt, miért nem történt meg az a dolog, érted? Na ezeknek a 90 akárhány százalékát intézték. Nem te, hanem szellemlények. Oké, akkor ott vannak a betegségek. Megbetegszel, mert benned van egy szellemlény, amely intézi, hogy beteg legyél. Érted? Na most gondolj bele, hogy akkor ezek a szellemlények mire képesek? Benned lévő lélek mire képes, hogy meg tud téged betegíteni? Mire képesek az itt lévő szellemlények, hogy balesetet szenvedsz? Érted? Vagy például nem baleset, hanem összehoznak két embert. Érted? Találkozást összehozzák. Vagy ide terelnek a PPH-ba. Oda terelnek, hogy valahogy elét kerül a Szedlacsik Miklós videója a YouTube-on. Nem véletlen, ők intézik. Érted? Biztos, hogy nem a Facebook mondja azt, hogy ó, hát ez egy olyan csaj, vagy egy olyan hapsi, ennek küldjük oda a Szedlacsik Miklós videóját. Ez biztos, hogy nem a Facebook. De nem is a Facebook alkalmazottak. Hanem van egy program, és a programot befolyásolják mentálisan. Világos ez? Nem a Facebook alkalmazottak, hanem a szellemlények. Na most akkor ugye megkérdezem. Hát ha ennek a tudatában vagy, hogy ezek így működnek, na most akkor ez melyik a jobb?
az, hogy tudod, hogy ezek így működnek, vagy legalábbis hiszed, én tudom egyébként, hogy így működnek, mert különben nem beszélnek róla, mondjuk te meg hiszed, ugye honnan tudom, nem csak azért, mert meggyőződtem róla, hanem egy másokból kifolyólag is, oké, melyik a jobb neked? Ha azt hiszed, hogy minden véletlenül történik, vagy minden meg van szervezve. Ha viszont minden meg van szervezve, arra lehetek befolyással. Na most akkor melyik a jobb? Ha minden véletlen alapon történik, és semmire nem lehetek befolyással, vagy nem véletlen alapon történik, és ezáltal lehetek rá befolyással. Na melyik a jobb? Melyik? Második. Első, második? Jó, hát remélem a többi is, többi ember is így gondolja. Jó? Na most nyilván, hogy az a jobb, hogyha én befolyással tudok lenni a saját dolgaimra, nem? Sőt, nem csak a saját dolgaimra. Tudod miért? Mert a legtöbb ember nem hisz abban, hogy ő befolyással tud lenni a saját életére. Érted? Ilyen téren. De semmi gond. Mert aki viszont hisz abban, vagy tudja, hogy befolyással tud lenni az életre, az másokra is tud befolyással lenni. Hoppá! Most elmondtam nektek egy titkot, amit a képzéseken szoktam megosztani. Oké? Annál jobban tudsz befolyással lenni mások életére, minél inkább az illető nem hisz abban, hogy ő befolyással tud lenni az életére, érted? És annál jobban tudsz befolyással lenni rá, minél jobban hiszel abban, hogy te a saját életedre befolyással tudsz lenni. Világos ez? Mert ez így működik. Oké? No, de ebbe se kell hinni, én meg tudom, hogy így van. Jó? Az időm lejárt. Na most képzeljétek el, hogyha ilyen dolgokról hallasz az első részben, akkor olyan miről hallasz majd a másodikban. Biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amilyen aha élmény. Ezt úgy szoktuk nevezni. Ja, hogy aha, tényleg, basszus kulcs, miért nem így csináltam eddig? Na ez az aha élmény. Szóval lényeg az, hogy a második rész, ugye maga a kulcsképzés, az ilyen aha élményekkel szokott tele lenni. És ha van olyan az életedben, ami így kérdésként felmerül, és még nem kaptál rá választ, na arra is választ tudsz kapni a képzéseinkbe. Úgyhogy várunk szeretettel a képzéseinkben, és csináljuk meg közösen, hogy létrehozzuk az aranykort, és ne kelljen a fentieknek az embereket, akik nem akarnak bekerülni az aranykorba, nem akarnak tudatosodni, nem akarnak lelki fejlődést, hogy kivonják őket a forgalomba, és egy nehez, tehát nem tudom, tudod-e, hogy ez úgy működik, hogyha nem úgy oldod meg az életedben az élethelyzeteidet, ahogy kellene, akkor a következő életed az nehezített. Hát ha nem tudod, akkor mondom, jó? Hát ezért megnézed az embereknek, tehát megnézed a évszázadokat, akkor azt lehet mondani, hogy az emberiségnek, azon belül az emberek többségének egyre nehezebb az élete. Mert az előző életében nem oldott meg dolgokat, ezért kapott nehezítést. Hát ez, nézd meg, itt az életünkben is így működik. Mit tudom, nem oldasz meg egy párkapcsolatot, akkor kapsz egy nehezebb párkapcsolatot. Érted? És minden így van. Valamit nem oldasz meg, akkor kapsz hozzá egy kis nehezítést. Visszakapod hasonló helyzetet, kapsz vissza. Nem ugyanazt, hanem hasonló helyzetet, csak még nehezebb formában.
és addig kapod, míg nem oldod meg. És ez így van, tehát ami kicsiben, ugyanúgy nagyban. Jó? No szóval, várlak benneteket szeretettel a képzéseinken, szeretlek benneteket, sziasztok!